Vendégem Kothenc János, az Ágota Alapítvány Alapítója, köszöntöm a stúdióban. Nem volt még a szótérműsor vendége az Ágota Alapítvány, úgyhogy azt gondolom kezdjük egy kicsit a bemutatással, hiszen egy 21 éves alapítványról van szó, és azt gondolom már valószínűleg mindenki hallott róla. De mégis mivel foglalkozik az alapítvány? Az a közössége valóban a 21. életévünket tapossuk így az egyre szélesedő karitatív közösségünk tagjaiban, és mi elsősorban családjukat vesztett fiatalokkal, gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozunk, és általában nagyon nehéz élethelyzetet megélő családokkal és az ő gyermekeikkel, fiataljaikkal. Nem utolsó sorban számos olyan um, célkitűzésünk van, amelyek kicsikét a generációk találkozása, ösvényén azokat a sokszor túlzó negatív általánosításokat képesek visszább fejteni, mint amilyenek az előítéletek, vagy az általában az állami gondozottakkal és a sokszor csellengélők, kallódó fiatalokkal kapcsolatban kialakulnak, kialakulhatnak a társadalomban. Nagyon sokrétű feladatvállalás ez, hiszen ebben e, úgy a hátrányos helyzetű családok, mint a, a gyermekek, az utcán csellengélők számára biztosított játszóházi programstruktúra, ebben is számtalan program, vagy az egész ország területén, mind a 19 megyében, már 21. életévünkben és megélt olyan karitatív akciók, amelyeket sok száz gyermek és lakás otthon vendékei számára biztosítunk. Egy évközi munkaidőszakban, ami ősztől nyárig tart nálunk, karitatív munkaidőszak, és hogy mindig a nagy nyári ágotatáborok táborok után folytatódik újra az őszi programstruktúra, egy ilyen intervallumban több mint 600 programot valósítunk meg átlag egy évben az ország millió egy pontján. Ugye Szegedről indult ez az egész, és most már országossá vált. Hány fiatalról gondoskodik jelen pillanatban? Közel tízezer gyermeket támogatunk mindenhol. Tehát reálisan valamivel több mint tízezer gyermekhez e, jutunk el. E, azt azért tudni kell, hogy ez bár soknak tűnik, vagy soknak hangzik, de ez korán sem fedi le. Például a családjukat vesztett gyermekvédelmi szakellátásban élőknek a teljes körét, hiszen ez a populáció mintegy 23 ezer fő körül van a Magyarországon. Tehát én azt gondolom, hogy az egy reálisan kitűzött cél, hogy minél több gyermekhez és fiatalhoz legyünk képesek eljuttatni azt a törődést, azt az odaadást, amit képvisel a mi szemléletmódunkban mindenki. Mi változott az ágot a léte óta ebben a rétegben, vagy ennél a közösségnél? Kibővültek azok a célprofilok, azok a feladatok, amelyekben igyekszünk a lehető legmaximálisabban megfelelni a 96-ban Hát azóta általam, akkor még általam alapított, ma már többekkel együtt közösen megálmodott céljainknak differenciálódott, hiszen ma már egy játszóház sem szimplán csak egy játszóház, hogy most egy, tényleg egy emblematikusan szegedi projektet emeljek ki, hanem bizony ebben belül van korepetítor tanoda, konduktív gyógypedagógiai fejlesztés, kutyás terápia, nem hosszasan, tehát nem csak a, a szabadidő egy értelmes eltöltésére hivatott az utcán való csellengést megelőzendő e, pimpon pingpong, kézműves, társasjáték, stb. valósul meg, hanem valóban egy jóval professzionálisabb, szerte ágazó feladatvállalás. Ugyanez igaz <coughs> a tábori struktúrák jellegére. Ma már a speciális szükségletű gyerekek vonatkozásában vannak komoly célkitűzéseink, hogy egy külön élménypedagógiai rendszert építsünk ki e, nekik. Jóval nagyobb létszámban valósulnak meg az a táborok. Ugye az első, 1997-ben az első, 97-98 tájékán az első táboraink még ilyen, ilyen 150-160 fősek voltak. <coughs> Ma már a legkisebb ilyen típusú táboraink is 6-700 fő körül realizálódnak most a legutóbbi 1078 főben valósult meg. Tehát valóban kinőtte magát, differenciálódott, ágazóbb lett, teljes körül lett, ha úgy tetszik, az a fajta karitativitás, amit viszünk a válunkon. Az állami gondoskodásról mindenkinek elsősorban az intézményrendszer jut az eszébe, de ugye az elmúlt években fontos célkitűzés volt, hogy a legtöbb gyerekcsaládban nevelkedhessen. Hogy állnak most, most a számok, milyen arányban tudnak családban élni az állami gondoskodásban élő fiatalok? Igen, éppen napjainkban láthatunk több híradást arról, hogy a családbefogadások száma örvendetes módon, hát ugye megnőtt, folyamatosan növekszik. Én, ez, tehát én ehhez azért sietve fűzöm hozzá, hogy még mindig nem elég mértékben. Tehát egyetlen kormányzat sem gondolja, gondolhatja magáról azt, hogy elj megálljunk már, mert hogy itt most már minden rendben van. <kül> ugye Ebben az óriási populációban, mint amire az imént utaltam, a jelenlegi arányváltozók azok valahogy úgy festenek, hogy a fővárosban 70-30, vidéken 30-70, tehát vidéken a 70 nyi általában a nevelőszülé gondoskodásban élő gyermekvédelmi szakellátásban élőknek a, a száma, még a fővárosban pont fordítva van, sajnos. Igen, tehát még szinten. alapvetően az, hogy az, az én őszinte szakmai véleményem, ez akár kritikának is tűnhet, hogy az elmúlt hosszú-hosszú évtizedekben, ez alatt akár 30 évet is érthetünk minden további nélkül, tehát a 97. évi gyermekes és ifjúságvédelmi törvény, mint alaptörvény megalkotása óta, én nem gondolom azt, hogy, hogy nagyon aktív, nagyon intenzív tematikus toborzó kampány valósult volna meg a fővárosban. Ugyanez vidéken, Részben a, a fogadói kedv viszonylatában kisebb települések falvak szinterein egy aktívabb lehetőséget adott arra, hogy minél többen éljenek a nevelőszülői hivatásvállalással, de összességében a legnagyobb ö, ö, oka mindennek, hogy ezek az arányok ilyenek, amilyenek, mégiscsak az, hogy hosszú évekig gyakorlatilag a nevelőszülői hivatáspálya életre hívása óta nem volt biztosítotti jog, nem volt olyan presztise ennek a hivatásvállalásnak, ami alapvetően ösztönözte volna a társadalmat, hogy ilyen valamilyen sajnálatosoknál fogva családjuktól megfosztott gyermekeket a saját családjukban neveljenek. Ezt régről várt, és tényleg azt kell, hogy mondjam üdvözlendő módon, 2012 tájékán ez a kormányzat megteremtette, tehát biztosított jogviszony lett a nevelőszülőhivatás, hivatás, a társadalom biztos, nyugdíjra jogosultságot és sorolhatnám hosszasan, tehát általában megkapta ez a hivatáspálya azt, amit annak előtte sose, annak előtte ugye volt az ellátmány és egy jelképes 15 ezer fontos gondozási díj gyermekenként, most pedig egy foglalkozási jogviszonyjá alakult át, ezt akár tisztes munkavállalói jelleggel is lehet tenni, végezni. Nyilván ettől még nem nélkülözhetőek azok a szűrők, azok a kritériumok, amelyeknek meg kell tudnia felelni egy nevelőszülői pályára jelentkezőnek, illetve a családnak ahhoz, hogy, hogy más gyermekét a saját családjában nevelje, gondozza. De az tény, hogy ezek a nevelési formák a teljes körű otthonnyújtó ellátás palettáján Mindenképp a gyermek egészségesebb társadalmi asodásához egy jobb utat képviselnek, jelentenek, mint egy intézményi nevelés. És ezzel nem leszólni akarom az abban dolgozó szakdolgozó kollégáimat, hiszen ők nap mint nap nagyon szépen tisztességgel végzik a hivatásukat, de az intézményi jelleg az azért mégiscsak egy karcelszervezet adta a szocializációt, tesz lehetővé a gyermek számára, míg egy család az azért mégiscsak a család, és nem véletlen került elő ez a jogszabálymódosítás annó, és azóta sincs ez másként, tehát ennek a szorgalmazása, a nevelőszülői pálya népszerűsítése, hogy azért mégiscsak minden gyermeknek a családban van a helye. És ha azon gondolkodunk, amiről a mindenkori jogalkotó is gondolkodott, hogy a hogy a, a gyermekeket, hogy az egész gyermekvédelmi törvény erről szól, hogy a család analógiája az legközelebb helyezhetőbb állapotba gondozzuk őket. Ugye ennek a lehető leghatékonyabb családpótló közege az maga a család. Hát ezért van ez az örvendetes tendencia, és ez itt Szegeden sincs másképp a mi felfogásunkban. Beszéltünk már a táborról. Idén milyen nagy rendezvények lesznek az ágotánál? <laughs> ugye éppen tegnapi napon volt a kultúra napjára való megemlékezéssel egy nagyon nagy szabású rendezvényünk a játszóházunkban, ahol a hozzánk betérő gyermekek hozzátartozóik és a nagyszüleik is egyre nagyobb létszámban vettek részt. Közel száz fő volt jelen, ahol német Janó, illetve Marika néni, mindenki Marika néni egy olyan előadói estet mutatott be, ahol kicsik és nagyok egyaránt sok élménnyel gazdagodtak, és hát túl ezen folytatódnak azok a klasszikus játszóházi programelemek, mint például a, a családi csacsóbajnokságok sorozat, a kézműves alkotásoknak a, a köre, tehát ilyen kézműves klub, elindul ettől az évtől, illetve folytatódik pontosabban, az a korepetitortanoda, ahol már nem csak a nyelvi, illetve a reáltárgyakban, hanem az egyéb más humántárgyakban is egyre fiatal lelkes egyetemistánk jön önkénteskedni. Hála jó Istennek, folytatódhat továbbra is teljesen ingyen, az a konduktív fejlesztés, ami az idegrendszeri életlenségben, illetve a később majdan kialakuló diszfunkcionális problémákkal küzdő gyermekek számára adhat hatékony gyógypedagógiai segítséget, és ezzel együtt, ezen túl pedig mindaz a happening jellegű programmal, minden más egyéb élményprogrammal átsző struktúra ugyanúgy folytatódik, mint ahogyan az 2016-ban is történt. Köszönöm szépen, hogy itt volt! Kérem.